Az Emil és a detektívekről fogunk majd beszélgetni, mert hogy a Budaörsi Latinovics Színház nagyon várta, hogy játszhassák ezt a darabot, de hát itt a pandémia miatt csúszások voltak, de nem ez a lényeg, hanem most végre láthatják a nézők, és az első benyomások azok voltak, hogy szeretik is. Böröndi Bencével és Szemán Bélával beszélgetünk. Jó reggelt, köszönjük, hogy eljöttél. Jó reggelt. Jó reggelt. Itt van egy kerettörténet, talán kezdjük ezzel, ami ad egy furcsa csavart ennek a nagyon régi és nagyon, nagyon szeretett történetnek. Hogy jött ez az ötlet? Hát gyakorlatilag keretnek is lehet nevezni. Az ötlet az nagyon egyszerű, amikor felkérte a Bezsenyi Belagádám, hogy rendezzem meg a színházban az Emil és a detektívet, akkor gondolkoztam, hogy nekem mi közöm van ma ehhez a darabhoz, mit tudnék elmondani ezzel a darabban, és az eredeti bemutató az ugye januárban lett volna, de hát a pandémia, ami már annyiszor szóba hoztunk, az közbe jött, és éppen ezért gondoltam, hogy egy ilyen másfél-két év után, amin túl vagyunk, talán veltem a bátorságot arra, hogy a gyerekeknek és a fiataloknak beszéljek az elmúlásról, hiszen nem hiszem, hogy van olyan gyerek ma Magyarországon, akit így vagy úgy ne érintett volna az, hogy valaki hús eltűnt a környezetéből. És akkor eszembe jutott az ötlet, ami gyakorlatilag a szövete az előadásnak, hogy ma látjuk Emil Tisbeint 80 évesen egy kórházban, egy demens központban, ahol nem tud már másról beszélni, csak arról az emlékről, ami neki a legnagyobb élménye volt, hogy Berlinbe elkapta a tolvajt, akiről kiderült, hogy bankrabló is, tehát, hogy ő hős volt, és már csak erről tud beszélni, és akivel a kórházban találkozik, abba látja bele az akkori szereplőket, tehát az agyát, az ápolónőbe, a főorvosra hisz. Ez egy nagyon-nagyon vékony jég. Igen. Gyerekeknek ezen végig menni. Mik voltak, ugye volt egy olyan főpubra, ahol utána beszélgettetek a gyerekekkel, mik voltak a visszajelzések? Úgy tűnt, hogy azért elég sokan tudtak menni a történettel. Nyilván ez az idős szál, ez egy nehezebben befogadható, de eléggé elfogadóak a gyerekek. Tehát megértik azt, hogy azt is, hogyha én 12 éves játszom, azt is, hogyha idős embert játszom, szóval ezt elfogadják. Remélem részben azért is, mert valamennyire hiteles a dolog. És hát azzal, hogy ez a bandában való létezés, hogy kiállni egymásért, hogy segíteni a másikat, ilyen élményeket is felhoztak páran, hogy volt ilyen, amikor segítettek valakin, valaki a haverjával, meg mert nem tudom, mi történt egy fiúval az utcán, szóval, hogy ahogy itt kiállnak egymásért ezek a srácok, úgy tűnt, hogy azért ez még a mai generációnak is. Ők most ilyen 10, 11, 12, 13 éves emberekről beszélünk, ez a korosztály volt, és úgy tűnt, hogy tudnak azért menni ezzel. Igen, megvannak még ezek az értékek. Érzik még ebben a korban. Érdekes egyébként, mert ez tényleg így van. Azt azért meséljétek el nekünk természetesen, hogy túl azon, hogy sok-sok hónapot vártatok ennek a bemutatására, hogy ez mekkora pluszt adott azért nektek, hogy nagyon jött akkor végre az idő. Kérdezem ezt úgy is, hogy a színházban ugye most több premier is volt szerencsére, amit korábban nem tudtak bemutatni, most ez megtörtént. Nekem mindenképp adott plusz időt. A Lőkös Ildikó dramaturg barátommal, akivel évek óta együtt dolgozunk, mi írtuk a szövegkönyvet. A Nyitrai László a zeneszerző, és a Máté Zsolt a dalszövegíró. És a pandémia adott arra módot, hogy több időt foglalkozunk az anyaggal. De januárban egy picivel más bemutató lett volna akkor, mint amilyen most szerintem, volt? Szerintem igen. Egy picivel. Biztos, hogy nem lett volna annyira érett az előadás maga a szövet, amivel dolgozunk, mint fél évvel később. Úgyhogy ebből a szempontból szerencsés, de volt a dolog, de arra várni, hogy mikor kezdünk és mikor tudjuk bemutatni, az azért idegtépő volt, sok kompromisszumot kellett kötni, és valóban a színház ebben a hónapban már a harmadik bemutatója volt az Emil és a detektívek, úgyhogy elég sűrű a színház életében. Ahogy felnőttként nagyon szeretünk leülni a gyerekeinkkel a tévé elé, most bocsánat, hogy ezt mondom, és nézni szuper animációs filmeket, ugyanúgy színházba is szeretünk elmenni, akár gyerekdarabra, mert ugye Emily is kérdezte, hogy kinek, melyik korosztály, igen. Ugye ez mindenkinek jó.
Mindenkinek jó, hát reméljük. És milyen jellegű darabra számíthatnak így vizualitását tekintve? Tehát ez egy klasszikus musical, vagy a keret sztorin túl is valamiben azért modernizálva van a megjelenítés? Nagyon látványos, de azt hiszem, hogy teljesen modern. Tehát, hogy a színházi értelemben egy nagyon, nagyon modern, de a klasszikus musical formát tartó előadás, nagyon látványos előadás. Nem maradtunk például egy az egyben a 20-as években. Tehát ez egy kicsit szabadon van kezelve. Kortalanabb egy kicsit. Kortalanabb. Olyan dalokról van szó egyébként, hogy nagyon fülbe mász, most kezdem, ugye nem láttuk, de nem csak, hogy milyen jó, hogy musicalnél, hogy ezt egy idő után ez ember így tudja énekelni. És akkor kezdjük, miből énekelsz? Ja, ez az ember is a detektívekből van. Jelszó Emil, ez sokszor elhangzik a darabban. Tegnap előadás után. Meg lehet tanulni, remélem fülbe mászó. Tegnap a délutáni előadás után egy körülbelül 50-60 fős gyerek csapat és a tanárnőik a színház előtt összeálltak egy csoportképre. Fotózta őket a tanárnő, és folyamatosan énekelték, hogy a Jelszó Emil a jelszó. De jó. Tehát én azt gondolom, hogy csodálatos dalokkal van tele az előadás, és könnyen, igen, fütyülhető. Gratulálunk, köszönjük szépen, és még egyszer megmutatjuk most a nyereményjátékunkat.